Szia Gergő, hogy vagy, mi újság? Szia Tündi, minden rendben van nálam, jó kis hűvös berlini idő van. Nálatok milyen az idő? Még ma hűvös, de jön itt a nagy, hatalmas hőségriadó. Konkrétan 40 fokot mondanak itt Nagy-Britanniára. Ami ez a, már bocsánatot kérek, engem átvert Nagy-Britannia, köszönöm szépen. Nekem mindenki azt mondta, hogy itt pocsék az időjárás, és hogy folyton esni fog, és ködös Albion, és egyebek, és iszonyúan nem. Ráadásul rájöttem most, hogy sikerült ide Cambridge-be költözni, az ország legmelegebb vidékére, mert hogy egy-néhány évvel ezelőtt itt mérték a valaha legmagasabb hőmérsékletet Nagy-Britanniában. 19 fokot? Nem, konkrétan 38,valahány tized fokot. És ahhoz képest most erre a vidékre, meg úgy egy részére Angliának, hát tényleg be van ígérve a 40 fok, de jó hír, hogy ez 3 napon keresztül fog tartani maximum. Ilyen első nap 32 környékét mondanak, aztán 2 napon keresztül meghal az ország, és tényleg, mert nem nincsen hozzászokva itt a nép egyáltalán, meg se az infrastruktúra. Emiatt ki is adták az országban a vörös szintű, tehát a legmagasabb szintű hőségriasztást, ami szintén ugye precedens nélküli az első alkalom valaha, hogy ekkora riasztást kiadtak. De persze tegyük hozzá, hogy a riasztórendszernek a szintjeit azt így 1-2 éve definiálták, tehát azért is most van először, hogy kiadtak egy ilyen riasztást. Ettől függetlenül nem nagyon várom, de 3 nap túléljük, és utána néztem az előrejelzést, hogy ilyen 23-24-25 fokok lesznek maximum egy másfél hétig, szóval túléljük. Mert nálatok az ilyen hosszú távú előrejelzés megbízható? Egészen, tehát nem azt mondom, hogy teljesen, de én a BBC-nek az időjárás weboldalát szoktam nézni, és az legalább így ilyen szinten pontos volt, tehát mondjuk egy héttel ezelőtt erre a 3 napra, a kánikulára, mondta, hogy kánikula, de akkor még csak ilyen 31 néhány fokot jósolt, de ahhoz képest, hogy mi volt az előrejelzés egy héttel ezelőtt ezekre a napokra, és mi most az előrejelzés ezekre a napokra, egészen pontos, tehát legalább annyira pontos, hogy informatív, és tudsz döntéseket hozni alatta. Szóval igen, szerintem egész jó a rendszer itt. Na, hát ha ennyire meleg lesz, el kell menni valami tengerpartra hűsölni, nem? Hát igen, az egy jó ötlet, nem érek rá, mert írom a disszertációt, és azzal nagyon is jól haladok éppen. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy tényleg meg fogom tudni tartani a hónap végi saját határidőmet a teljes megírásra, szóval nem, nekem nincsen tengerpart sajnos most. Hát jó, van, megértelek, én szívesen mennék, még akkor is, hogyha nem is olyan soká elkezdenek a tengeri mindenfélék virágzani, ugye a virágzáshoz, ugye hozzá tartozik, nem úgy, mint a Tisza virágzás, ahol ugye rovarokról van szó, hanem itt puha testűekről van szó, mégpedig a medúzákról, általában ők szoktak, a csalánozók szoktak ilyen tájban virágozni, és hát nekem volt szerencsém annó Törökországban, a Márványtengeren, ha jól emlékszem, ott voltunk a tengerben, és akkor egyszer csak megjelent több ezer medúza, és akkor ott úsztunk közöttük, meg így, tudod, így ütögettük el őket oldalra, mostuk ki magunk elől, de ezek a közönséges medúzák voltak, ők emberre nem veszélyesek, meg nem is csípnek meg, úgyhogy csak ilyen nagy kocsonyadarabok ott lebegtek körülötted. Igen. De tényleg ezreivel voltak, nagyon érdekes volt látni. És hát ugye ezekről az állatokról fogunk ma beszélni, a medúzozóákról, a csalánozók törzsének egyik altörzséről, azaz a medúzákról. Ezek gerinctelen állatok, amelyek ugye a tengerben élnek, és valószínűleg a klasszikus, idézőjelben véve medúzák, és a portugál gája azok a medúzozóa állatok, amelyeket a legtöbben ismernek, de beszélni fogunk azért itt más fajokról is. Egyes medúzák a partok közelében, mások pedig az óceánok mélyén élnek, és közeli rokonaik a koralloknak, a tengeri rózsáknak, illetve a tengeri tollaknak. Nincsen fejük, agyuk, szívük, meg aztán csontjaik se, nyilván ezért hívják őket puha testűnek, inkább gyakran eléggé ilyen
hát kocsonyásnak tűnnek, mondjuk azt. És egyes medúzák azok egyébként az általunk elképzeltektől jóval nagyobbak is lehetnek, tehát akár 47 méteresre is nőhetnek. Wow. Míg mások olyan apró picik, mint egy mákszem, kevesebb, mint fél milliméter az átmérőjük. És hát ugye minden medúzának van csápja, amely lehet hosszú vagy rövid, és hát az elnevezés. Ugye az elnevezés, ez nyilvánvaló a görög mitológia egyik leghíresebb szereplőjétől származik, medúzától, és hát ez a mitikus lény arról ismeretes, hogy haj helyett kígyókkal rendelkezik, és hogyha valaki a szemébe néz medúzának, akkor bizony kővé dermed. És akkor ugye erre voltak a jó kis ötletek, hogy hát végül is, ha nem direkt nézünk a szemébe, hanem hogy a kard élről csillan a tükörképe, akkor az már nem probléma. És ha jól emlékszem, úgy lehetett legyőzni, hogy tükröt tartani elé? Igen, igen. Azt hiszem Perseus volt, ha jól emlékszem. Igazából valamilyen szempontból a Percy Jackson könyvsorozatból igyekszem most emlékezni görög mitológiai részletekre, mert az egy elég, mondjuk úgy bizonyos szempontból hiteles görög mitológiai, ugye egy érdekes jó mesetörténet, de hát onnan vette a mitológiából az író a részleteket. Szóval igen, úgy emlékszem, hogy tükröt tartott neki, és akkor Medúza önmagát dermesztette kővé ezáltal. Ja, hát kellemetlen. De hát ugye miért is jött ez a név? Hát a fején hullámzó kígyók képe az embereket a medúzák csápjaira emlékeztette, innen jött ez az elnevezés. Igen. És hát azért vannak nyilván érdekes tények is a medúzákról, most soroljunk fel párat szerintem. Igen, igen. Tehát például a medúzákról tudjuk, hogy több mint 600 millió éve élnek a Földön, tehát jóval megelőzték a dinoszauruszokat is, és persze minket, embereket is. Aztán ugye hát ez a ragacsos, kocsonyás állag honnan jön? Hát a testük mintegy 95%-a vízből áll, ami rengetegnek hangzik, de aztán ugye ott van az emberi test, amiről mondanak éppen mikor mit, hogy hány százalék víz, 68, 70, 72, 78, hallottam én már mindent, de azért maradjunk ott a 70 környékén. Tehát azért, ha magunkra ránk nézünk, akkor ugye nem tűnünk annyira kocsonyásnak, már legalábbis nem a víztartalom miatt, és akkor ehhez számítva a 95% az már nem is olyan hatalmas lépték. Hát, de azért mégis ez egy komoly szám, ettől függetlenül. Igen, és akkor ehhez kapcsolódik, hogy ugye a medúzáknak nincsen fejük egyáltalán, de néhány medúza fajtának azt megfigyelték, hogy vannak szemeik. Azért az eléggé furcsa kinézetű élőlény lehet, bár gondolom, hogy azért ezek a szemek eléggé kezdetleges szemek, tehát néhány zöld sejt ott motoszkál egy-egy csoportban a medúzán, és akkor az érzékeli a fényt, kvázi, pontosan, hogy merre kell menni. A medúzák csaknem 4156 ismert fajából csak mintegy 3% okos sérülés az embernek, tehát ezért sem kell alapvetően annyira félni tőlük, de azért, hogyha tengerparton vagyunk és látunk medúzát, akkor érdemes az úszómestert vagy valakit ott a környéken megkérdezni, hogyha ezek a medúzák itt úszkálnak, az okoz-e problémát, mert nyilván a helyiek meg az úszómesterek azért nagyjából tisztában vannak ezzel, és nem esünk kellemetlen helyzetbe. Igen, pontosan. Aztán ugye mi miatt okozhatnak problémát a medúzák? Ugye a csípés miatt, amiket ilyen fullánk sejtekkel tesznek meg, és ezek a fullánk sejtek által kibocsájtott fullánkok maguk, azok eszméletlen gyorsan tudnak haladni, ezt kimérték, hogy akár 67 km/órás sebességgel is, ami wow. Ugye ezért is az ilyen tények miatt gondoltuk, hogy érdemes egy ilyen újabb részt csinálnunk az érdekes, lenyűgöző állatvilág témakörben, amikről már beszéltünk néhány állatról korábban, mert wow kategóriájú tulajdonságai. Mindenképpen, tehát azért vannak nagyon érdekes tengeri élőlények, ugye nagyon keveset is tudunk róluk, de hát ismerjük azt a halat, ami például olyan buborékot nyom, ami elcsattan, és hirtelen gyorsabb lesz a hangnál a csattanás, és ez az, ami lebénítja a halat, de közben a másodperc töredékéig a hőmérséklet ezen a buborékon belül magasabb lesz, mint a nap felszínén, tehát hogy ilyen, fizika. Érdekes dolgokat csinálnak a halacskák. És hát az, hogy mennyire különlegesek ezek az állatok, és hogy tanuljunk róluk, mert azért az ismeretes, hogy vannak olyan medúzafajok, amik igazából soha nem pusztulnak el.
Tehát kiszáradnak, de aztán, hogyha újra víz és kedvező körülmény éri őket gyakorlatilag, akkor újra életre kelnek és mennek tovább az útjukon. És pont ezért 1991-ben a NASA 20 ezer medúza bébit szállított az űrbe, 9 napra, hogy megfigyeljék, hogy hogyan változnak ezek az állatok. Ugye azért nyilván kint a világűrben a kozmikus háttérsugárzásnak ki vannak téve, ami azért eléggé erőteljes, úgyhogy ennek a hatásait, meg hát a súlytalanságot akarták letesztelni ezeken az állatokon. Igen, ami egy lenyűgöző kísérlet, ezt nekem mondjuk. De aztán, hogy itt a Földön nézzük, ugye, hogy mondtuk, hogy alapvetően, hogyha darabszámra nézzük a fajokat, hogy milyen medúza fajták, fajok vannak, akkor ugye csak egy kis részük az, amelyik sérülést okoz, de létezik ugye a kocka medúza, vagy tengeri darázs, ami Ausztrália környékén él nagy számban, és ez a világ egyik legmérgezőbb állata. Tehát azért azzal nem akarsz összeakadni. Hát igen, de azért ugye Ausztrália környékén bármi, amit találsz, az a világ egyik legmérgezőbbje lesz. Úgyhogy legnagyobb és legmérgezőbb. Igen, oda nem akarok menni, mert csak a pókok, hogy mennyi, milyen fajta pókok vannak, nem szeretem a pókokat. És hát fontos azt is megjegyezni itt, hogy a tévében látottakkal ellentétben a medúzák csípései nem okoznak áramütést, tehát itt csalánsejtek különböző mérgekkel dolgoznak rajtunk, és ettől lesz problémánk, ami olykor-olykor néhány percet, vagy akár órát is igénybe vehet, mire a hatása elkezd érezhetővé válni számunkra. Úgyhogy nem lesz olyan, hogy hozzáérünk egy medúzához, és azonnal megráz az áram, és akkor ott maradunk. Igen, vannak ilyen, ezek a félre ment reprezentációk, bemutatások, ugye tévében, filmekben, ilyesmikben. Lesz majd még egy másik apróság, amit ezzel, vagy nem is akkora apróság, amit ezzel kapcsolatban említünk majd később, hogy ezt nem egészen jól mutatják be néha, de hát azért beszélgetünk ilyen témákról, hogy elmondjuk a hiteles, tudományos tényeket. És hát ugye nem meglepő, hogy ugye ennyire elterjedt állatcsoportról van szó, hogy már egyébként az emberiség korábbi időszakaiban, koraiban is ott voltak a medúzák körülöttünk. Tehát például arra vannak forrásaink, tudjuk, hogy Kínában az emberek már több mint 1700 éve halásznak medúzákat, élelem és gyógyszer céljából egyébként. Na, hát azért érdekes. Mondjuk egy jó kis medúza pörköltet nem biztos, hogy benyomnék. Hát én sem. Na és akkor nézzük meg egy kicsikét részletesebben, hogy milyen medúza félék is vannak, mert egyébként itt van egy érdekes kicsikét ilyen, mondjuk úgy, hogy név, keveredés, azok között, hogy ugye amelyik alfajtákat hogy hívjuk, ugye ez keveredik az angol terminológia között is, meg ugye a magyar fordítás szerint is, ezt most mondja elmondjuk. Tehát a medúzafélék, mint így összefoglalóan, a medúzozó, ahogy mondtuk, az ugye az altörzse a csalánzóknak. Ugye ezen belül van 3 főbb típus, amit megkülönböztetünk. Vannak az ilyen polipmedúzák, mondjuk úgy, vannak a klasszikus medúzák, ami angolul ugye a jellyfish, ez a zseli állat medúza elnevezés, és még vannak a szifonofórák. Az elsőre a polip medúza kategóriára, ugye azt tudjuk itt rögtön, hogy ez nem az a polip, amiről egyébként pont beszéltünk jó néhány hónappal ezelőtt, mint polip állat, ugye az angolul az oktopusz nevű lény. Ezek ilyen polipocskák szerűség, ugye magyarul ugyanazzal a szóval hívjuk őket, de nem ugyanaz az állat, ez csak úgy gyorsan mondjuk ki, de akkor nézzük meg ezeket az alcsoportokat. Tehát pont a polipmedúzákról tudjuk azt, hogy ők ilyen csőszerű állatok, amelyek csápjaikban ugye ezeket a szúrósejteket tartalmazzák, és ez körülveszi egyébként a szánnyílásukat is. És egyébként ezek a polipmedúzák főleg bizonyos felületekhez tapadnak, tehát például sziklákon, algákon, mólókon vagy a hajókon élhetnek. És jellemzően együtt élnek, egymásra vannak utalva a túlélés érdekében.
Tehát egyes polipmedúzák képesek testük külső oldalán, ugye kemény, páncélszerű szerkezetet létrehozni, ugye ez az exoskeleton külső páncélzat, és ez segít megvédeni őket a ragadozóktól, tehát például a tűzkorallok példája, az egy polipmedúza fajta, ugye ezek hatalmas, gyönyörű, ágas, bogas exoskeletonokat tudnak építeni, és ugye amikor valaki esetleg elmegy búvárkodni, vagy csak snorkelezni, akkor ugye könnyen kísértésbe eshetne az ember, hogy fú, akkor szuvenírként törjünk le egy darabot belőle, és vigyük haza, de ez nem jó ötlet, ezt ne csináljuk, már csak azért is, mert ugye ez egy állatnak az élő helye, az élő világa, de másrészt egyesek egyébként érzékenyek a tűzkorallnak a csípésére, pont ugye a csápsejtek miatt, ami aztán ugye égéshez hasonló fájdalmat tud okozni, szóval ez nem jó ötlet sok szempontból is. Aztán utána egy másik polipmedúza típus még, az, amit hidroid medúzának nevezzünk, ezek ugye kicsik, és egyébként ilyen villa alakúra hasonlítanak. A fejük és a testük az a villa nyele, illetve arra hasonlít, illetve a csápjaik a fogai a villának. Így van, és hát, hogyha elmegyünk a kommerszebb medúzák felé, akkor ugye a klasszikus értelemben vett idézőjelben medúzák úgy néznek ki, mint egy esernyő, vagy egy gomba, és hát esernyőnek nevezik a tudósok a testüket is. Ez a test egy mezoglea nevű zselés anyagból áll, hát a neve is nagyon incsiklandozó. Nem. És ugye mozgás tekintetében pedig vagy az óceánvízének mozgását használják ki, és úgy úsznak, vagy úgy, hogy az esernyőjüket hajlítják, és ilyen perisztaltikus mozgást végeznek, nem tudom máshogy leírni, de hogy ez nem igazi perisztaltika, mert az mást jelent, de hogy így nyílik, csukódik, mint egy esernyő gyakorlatilag. Igen, abszolút. És akkor ugye a harmadik nagyobb csoport, a szifonofórák, azok, hát mondhatjuk, hogy tényleg az egész állatvilágon belül a leglenyűgözőbb élőlények közé tartoznak, mert egyébként ők a polipmedúzák és a klasszikus medúzák összetett keverékei bizonyos szempontból, és a legkülönfélébb formákban és méretekben fordulnak elő. Tehát egyébként minden szifonofor egy kolónia igazából, ami sok ilyen polipmedúzát és egyéb medúzát tartalmaz. Egyébként szokták őket a fizikai tulajdonságaik miatt húrmedúzáknak vagy láncmedúzáknak is nevezni, és ezeknek az egyik legismertebb példája a portugál gája, ami szintén egy eléggé híres és sok sérülést, problémát okozó medúzafajtáról van szó, amiknek a teste ilyen liláskék lufiszerű, sok csáppal, és néha egy portugál gájának az egyik, vagy akár több csápja is letörhet a kolóniáról, és ezekkel is nagyon óvatosnak kell lenni, mert a leszakadt csápok még mindig csíphetnek, miközben ugye sodródnak el az állattól, szóval egy érdekes és veszélyes állatfajról van szó itt is. Mindenképpen olyannyira, hogy halált okozó sérülést is tud produkálni a csípése, és hát ez a kékes akármi, ez ténylegesen egy felfújt léghólyag, ami úszik a víz felszínén, ezért hívják ugye portugál gájának, és azok a csápok pedig több méter mélyre le tudnak lógni. Igen. A vízbe, úgyhogy ja, hogyha ilyet látunk, azt kerüljük el, az a legjobb. Igen. És hát ugye alakjuktól és méretüktől függetlenül minden medúza csíp. Ehhez nematocisztáknak nevezett szúró sejteket használnak, és ezek a szúró sejtek apró, kemény és gömb, tojás alakú kis sejtecskék, és minden nematociszta belsejében egy hosszú, feltekeredett szúrós szigony található. Ez a szigony mérgező anyagok keverékében ücsörög, milyen misztikus, és az egyes szúró sejtekben lévő méreganyagok mennyisége igencsak kicsi, de a medúzák csápjaiban nagyszámú szúró sejt található. Tehát ugye gyakorlatilag oké, hogy sejtenként kevés méreganyag van, de hogyha több millió sejttől kapunk szúrást, azért azt csak érezzük. És a medúzafélék akkor használják ezeket a szúró sejteket, amikor fenyegetve érzik magukat, vagy ha a táplálékukat akarják elkapni. De hogyan is történik ez a medúza csípés? Hát egyszerű érintkezés hatására a fulláng sejtek gyakorlatilag felrobbannak. És ugye fontos itt megjegyezni, hogy a medúzák nem szándékosan támadnak az emberre, hiszen agyuk sincsen, tehát nem tudják eldönteni.
A legtöbb medúza csípés akkor történik, amikor az emberek véletlenül hozzájuk érnek, akár a vízben, vagy a partra kimosódott medúzák esetében, ugye például belelépnek. És ha úszás vagy tengerparton való séta közben találkozunk egy medúzával, ugye ezt megérinthetjük véletlen a csápjait, és ekkor több ezer nematocisztával érintkezik a talpunk például, így több ezer apró csípés is keletkezik. És ezek a csípések mérgező hatást válthatnak ki, ami ritka esetben halált is okozhat, ugye ilyen ritka eset például a portugál gálya. És amikor egy medúza megcsíp, akkor a bőr kipirosodhat, fájdalmat, viszketést, erős égést érezhetünk, és néha a tünetek közé tartozik a hányinger, piros hólyagok, láz, hányás, gyengeségérzés, néha akár hallucináció is, és hát sajnos ritka, legrosszabb esetben a csípés sokkot is okozhat, akadályozhatja a légzést, és bizony fulladáshoz vezethet. Általában a csípések okozta tünetek órákon vagy napokon belül megszűnnek, de heget is hagyhatnak maguk után, és leggyakrabban a csípésekről az emberek a lábakon és a mellkason számolnak be, hát ugye egyértelmű, nyilván vagy belelépnek, vagy pedig úszás közben, például mellúszás közben a lebegő állathoz hozzásúrlódnak. Igen, abszolút. Na és akkor a fő kérdés itt, hogy akkor mit tegyünk akkor, hogyha minket vagy valakit a közelünkben megcsíp egy medúza? Ugye, hogyha például tényleg tengerparton úszkáltunk. Hát ugye először is, tehát legyünk tisztában, hogy milyen medúza fajták fordulhatnak elő ott azon a környéken, és hogyha bármilyen történik, őrizzük meg a nyugalmunkat, tehát semmi pánik, azzal mindig csak rosszabbat teszünk, hogyha úristen, úristen, mi történt. Aztán másodszorra, hogyha még esetleg ott maradt egy csáp darab, vagy az állat, akkor ugye távolítsuk el ezt a testtől egy tárgy segítségével, tehát ne fogjuk meg, mert akkor ugye a kezünket is megcsípheti a sok csápsejt. És aztán utána, harmadszor, öblítsük le a területet, igazából a legjobb az, hogyha ott sok tengervízzel. Soha ne használjunk hozzá édesvizet egyébként, és ami itt a fontos kitekintés, ahogy mondtam, hogy mik azok a tév hitek, vagy ugye ilyen félre ismertetés, félre reprezentáció filmekben, tévében, sorozatokban, az az, hogy ne használjunk vizeletet a csípés leöblítésére, mert nem használ. A múltban egyébként annyira elterjedt volt ez a tévhit, hogy tényleg megmaradt az emberek fejében, hogy a vizelet az egy hatásos kezelésmód, pedig nem az, viszont a múlt században azt tudjuk, hogy amikor a fürdőzők sokszor, amikor tengerpartra mentek, vittek magukkal konkrétan egy palacknyit a saját vizeletükből, hogyha a medúza csípés érte volna őket, de ez tényleg nem jó kezelési mód, mert hogy először is a vizelet még több nematociszta sejtet késztethet arra, hogy támadjon lényegében, másrészt pedig ugye okozhat bőrfertőzést, különösen súlyosabb csípések esetében, hogyha ezzel kezeljük a bőrfelületet, és hát ugye azt tegyük hozzá harmadszorra, hogy hát nem is egy olyan kezelési módról van szó, ami túl kellemes lenne, és amit túl szívesen akarnánk alkalmazni, különösképpen, hogyha az arcon, nyakon, vagy ugye lágyabb szövetek részén, hónajban, ágyékon történik a csípés, nem. Szóval ne is gondoljuk azt, hogy ez hatásos gyógymód. Igen, és hát ugye az érdekesség még ebben, hogy mi a különbség az édes víz meg a sós víz közt, hát ez a fizikában rejlik, ugye az ozmózis, ezek a sejtek úgy stabilak, hogy tengervízben stabilak, viszont hogyha olyan vízbe helyezzük őket, nagy mennyiségű vízbe, ami esetleg jóval alacsonyabb sótartalmú, akkor ez a kis hártyácska, vagy ez a kis sejtmembrán, amiben ugye be vannak csomagolva ezek a csalánsejtek, ezek elkezdik megpróbálni kiegyenlíteni a sókoncentrációt a kettő oldalon, és ezt úgy tudja megtenni, hogy bizony a sejten belülre beengedi az édes vizet, és ezáltal az a sejt ez egyszer csak pum, kipukkan, és megint csak felszabadítja a kis lándzsácskát, ami ott a méreganyagban csücsül, és további csípéseket okoz. Igen.
Tehát egyébként, hogyha tudjuk, hogy olyan tengerparton vagyunk, ahol sok medúza lehet, és van esélye a csípésnek olyasmi fajtól, amit szeretnénk elkerülni, akkor lehet egyébként a ruházatunkon igazítani. Tehát például ezek a neoprénből vagy nylonból készült ilyen buvár ruhák, vagy csak ilyen shorty ruha is másokat tud védeni. És hát ugye a legfontosabb az, hogyha például partra vetett medúzát látunk, akkor ne nyúljunk hozzá. Tehát még hogyha el is halt állatról van szó, a szúrósejtjei azok aktívak maradtak, és még mindig csíphetnek. És ezen kívül ugye ne menjünk például strandra vihar vagy erős szél utáni napokon, ha csak tehetjük, mert ugye ilyen időjárás is partra vethet, vagy part közelébe sodorhat medúzákat, és így találkozhatunk velük. Bizony. És hát manapság már, tehát ugye nem kell magunknak megbizonyosodni arról, hogy most vannak-e éppen medúzák, vagy nem. Legalább 6 országban bevett gyakorlat, hogy figyelmeztetik a fürdőzőket a medúzák jelenlétére a strandokon. Ez valószínű, hogy Ausztráliában kezdődött egyébként, ahol sárga közlekedési táblákra emlékeztető, figyelmeztető táblákat használnak. Egyes strandokon ezek a táblák állandóan fenn is vannak, mert ezeken a strandokon olyan veszélyes medúzák élnek, mint például a tengeri darázs vagy a portugál gálya, tehát a kettő ténylegesen halálos, kimenetelű, csípéssel rendelkező medúza. Na ez aztán jó kis nyelvtani összefoglaló volt. A strandokon általában zászlókat szoktak jelzésként használni, és ez Argentinában, Izraelben, Mexikóban, Spanyolországban és az Egyesült Államokban gyakori. Ezek lehetnek különböző formájúak és színűek, lehet például téglalap alakú, fehér vagy lila, és szerepelhet rajtuk a keresendő medúzafélék neve vagy a rajza. Egyébként leggyakrabban én úgy tudom, hogy a lila zászlót szokták használni, sokszor a lila háromszög alakú zászlót, úgyhogy minden esetre, ha valami zászlót látunk a strandon, győződjünk meg arról, hogy miért van ott. Tehát a zászlónak mindig van jelzés értéke. Igen, pontosan. Szóval összességében szerintem megint sikerült belemásznunk egy nagyon érdekes állatfajta, állatcsaládnak a kicsit a részleteibe, hogy milyen állatok is a medúzák. Engem ez mindig így érdekelt, így az ilyen állatvilág kérdései, mert ugye a mi szakterületünk az teljesen nem élő, hát illetve attól függően, hogy ugye mennyire keveredik a biokémia, a biológiai alkalmazásokkal, de specifikusan az én területem az teljesen nem élő anyag. Azzal, amivel foglalkozom, tehát ilyenkor mindig szívesen olvasgatok az érdekes állatvilág kérdéseiről. Így van. Úgyhogy köszönjük, Tündi, hogy elhoztad ezt az érdekes témát számunkra, és reméljük, hogy a hallgatóságból, akik most mennek még majd nyaralni, ők már nagyon nyitott szemmel járnak a strandokon, és figyelik ezeket az élőlényeket. Igen, pontosan. Hogyha ezzel kapcsolatban maradtak bármi kérdéseitek, akkor szokás szerint várjuk őket sok szeretettel. Várjuk továbbra is a téma javaslataitokat, hogy miről szeretnétek hallani, és egyébként ugye reméljük, hogy mindenkinek jól telik a nyár. Mi még itt leszünk a következő néhány hétben, biztosan, és várunk vissza titeket sok szeretettel a jövő héten is. Így van, köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok!